Ligeti Miklós a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na és hogyha most megkapnak mindent az MNB-től, ha csak nem múlt idő és már itt van minden dokumentum a kezével, akkor mennyivel lesznek okosabbak, és ha elmondják nekünk, akkor meg mi is mennyivel leszünk okosabbak, mit lehet ezekből megtudni? Ugye azt már sokszor elmondtam szerkesztőasszonynak is, hogy az információszabadság, a közérdekű adatok megismerhetősége az nagyon ritkán képes a korrupciót megakadályozni, megnehezíti azt, hogy eltitkolják a lopásokat, de azért hadd dicsekedjek el újra, hogy egy ilyen papírt jó kapni a bíróságt, amiben benne van az, hogy azok a személy, akik felvállalják, hogy bíráló szerepet töltenek be egy közbeszerzési eljárásban, kötelesek tűrni a nevük nyilvánosság által való megismerhetőségét. És ebben a perben is feljött minden olyan szokásos érvelés, például az első fokon elvesztett jegybank által első fokon elvesztett tárgyalás után az MNB fellebezésében, amit már megszoktunk ettől a jegybanki vezetéstől, hogy a közbeszerzés az nem közhatalmi tevékenység, tehát nem tartozik a nyilvánosságra, hogy nincs olyan jogszabályi előírás, mi szerint a közhatalmat Magyarországon csak nyilvánosan lehet gyakorolni, és az itt mindig megéri. Nincs olyan, hogy a közhatalmat csak nyilvánosan lehet gyakorolni? A fellebezésben az egyik zsenge az volt, hogy ezt nem támasztottuk alá, és az elsőfokú ítéletet hozó számunkra pernyerést elsőfokon már eredményező bíróság sem támasztotta alá, hogy miért lenne kötelező nyilvánosan gyakorolni a közhatalmat. Nekem eleve az a közhatalom, tehát arról is azt gondolom, hogy más az én képem, mint a Magyar Nemzeti Bank, vagy annak legalábbis az ügyvédjének a képe, de hogy a közbeszerzés nem nyilvános, hát azt meg a legnehezebb megevészteni. Hogy a közbeszerzés az nem közhatalmi tevékenysége a Magyar Nemzeti Banknak. Így mégszem. Tehát azt próbáltunk mi is, nyilván nem kellett nagyon küzdeni, azért ezt a fővárosi ítélőtábla lesöpörte ezt az érvanyagot, hogy nyilván azért folytat közbeszerzéseket a Magyar Nemzeti Bank, mert hogy közpénzből gazdálkodik és közérdekű tevékenységet végez. Most ebben a konkrét ügyben nyilván éltünk a gyanúperrel, hogy valami rossz hiszemű testre szabás történhetett ebben az ügyben, hogy mindenképpen a század véget akarták kihozni nyertesnek egy a témába, a konjunktúrakutatási témába egyáltalán nem illő mintatanulmánnyal, sokkal drágábban 1800 millió forintért nyertek el egy közbeszerzési megbízást a jegybanktól, mint amennyiért a Kopint és a Tárki konzorciuma, amelyik egyébként jelentős tapasztalattal rendelkezik a területen. De ezt egyébként ezt a Kopint Tárki nevében indították ezt a pert önök, vagy egyszerűen olvasták a híreket, és azt mondták, hogy na akkor mi ezt most szeretnék megtudni. Az utóbbi. Ugye a közbeszerzési eljárás az úgy épül föl, hogy akik abban részt vesznek, de mondjuk nem nyernek, de ajánlatot tettek, jogosultak arra, hogy úgynevezett adatszobában megnézzék a különböző iratokat, például azokat is, amelyek ez meg is történt. Ez meg is történt, de nem hozhatták ki az iratot, akik megnézték, azt nem engedték nekik, nem készíthettek felvételt róla, de leírták azt, ami az iratokban fellelhető volt. Onnan tudjuk, hogy a századvég kutatási alapítvány ezt a jegybanki konjunktúra pályázatot egy távvérnyomásmérés bevezetéséről szóló skóciai tanulmány, mint mintaanyag leadásával mérték. Távvérnyomásmérés? Igen, a vérnyomás mérő eszköz, ami az orvossal kapcsolatban áll. Az egy teljesen jó dolog, de a konjunktúraindex meghatározáshoz... Valami kevés köze van. Hát lehet, tehát hogy én egyébként szeretem az ilyen első halláson megdöbbentő dolgokat, csak hát nyilván nem tudjuk, amíg nem olvastuk a pályázatot, hogy hogyan, tehát lehet, hogy iszonyú jó ötlet. Lehet, és éppen ezért kellett a pert megindítani, hogy ne tudjon mondjuk a Magyar Nemzeti Bank azzal védekezni egy adott esetben felhozott állítása szemben, hogy nem is az van a győztes mintatanulmányban, mint amit a vesztes pályázó állít. Mutassák meg, és akkor nincs vita. Így van, mi is erre várunk. Hát az egy külön szépsége megint a történetnek, hogy ebben a mintatanulmányban nem voltak lábjegyzetek, amire a Magyar Nemzeti Bank azt reagált, hogy nem volt kötelező feltétele a pályázatnak az, hogy valószínűleg senkiben nem merül föl, hogyha egy mintatanulmányt, egy tanulmányt, tehát egy szakmai anyagot kell beadni, akkor azt lehet esetleg összeollózni, és egy komoly pályázó az nyilván referenciákat is elhelyez a pályamunkájában. Akár doktori is készülhet így. Nem én mondtam. Én sem. Valakit beszélni rajtam kívül a stúdióban. Minden esetre tényleg hozta ez a per az összes szokásos hivatkozást. Tehát próbálta bizonyítani a Magyar Nemzeti Bank azt, hogy ő nem lát el közfeladatot, hogy az általa használt pénz az nem arra való, hogy annak a felhasználási sorsa, a rendeltetése nyilvános úton megismerhető legyen. Talán ez a per is, ez a sikeres eljárás is hozzájárul ahhoz, hogy valami módon sikerüljön a normális keretek közé visszaterelni a jegybankot. Egyébként ilyenkor egy közbeszerzésnél a vesztesnek
az iratbetekintés után nincs joga, hát biztos, hogy van lehetősége megóvni. Tehát ráadásul úgy, hogy látta, hogy mi a mintatanulmánya a nyertesnek, látta, hogy nincsenek lábjegyzetek, meg mit tudom én, mit látott még. Ennek ismeretében ő nem óvhatja meg az eredményt? Dehogy nem, ez a csalafintaság egyébként a rendszerben. Régóta tiltakozunk ez ellen is, hogy a 2011-es, tehát a jelenlegi előtti közbeszerzési törvény jelentősen megemelte a közbeszerzési eljárások jogorvoslati díját. Nagyon sokat kell fizetni küszöbpénzgyaránt ahhoz, hogy a közbeszerzési intézményrendszer, a hatóság meg a döntőbizottság egy ilyen óvást, kifogást, fellebbezést egyáltalán befogadjon. Ugyan az új közbeszerzési törvény valami módon csökkentette ezeket a díjakat, de ilyen milliárdos tételeknél mindenképpen belép a plafon összeg, ami 25 millió forint. Na most, ha én elveszítek egy milliárdos közbeszerzést, akkor nem biztos, hogy még 25 milliót be tudok, vagy be akarok tolni. Hát annak reményében, hogy aztán hát, ha megkapom a milliárdost. Ugye az a KDB, az a döntőbizottság bírálta volna el, amely például az M3-as, a 3-as metró felújítási tendernél a győztes ajánlatot 24 óra alatt szabályosnak kihozta. Tehát felmerülnek néha kétségek az iránt, hogy a közbeszerzési döntőbizottság tényleg függetlenül és csak a törvényeknek alárendelten működik. Lásd, jegybanki alapítványok közbeszerzései, 200 000-es bírságok a 100 milliárdos pénzeket használó jegybanki alapítványok esetében. Vannak itt olyan jelzések, amelyek arra mutatnak, hogy nem biztos, hogy a döntőbizottsági eljárás az tényleg szabályos lenne és tényleg hatékony lenne. Az, hogy a századvég mintatanulmánya sem formai, sem tartalmi szempontból nem felel meg a kíró által a tender dokumentációban előírt feltételeknek, állította ugye az irat megtekintés után a Kopintáki, az mit jelent? Tehát, hogy sem formailag, sem tartalmilag, tehát rövid, ugye, hosszú, tartalmilag vérnyomás, vagy mi minden van még, amit eddig tudunk? Tartalmilag azért nem, mert hát a vérnyomásmérés az semmi módon nem tűnik kapcsolódni a pénzügypolitikához, a monetáris politikához. Hát azért van olyan pénzügypolitika, amitől alaposan felmegy a vérnyomás. De fordított az összefüggés, tehát azért, mert én tudok jól vérnyomást mérni, még nem biztos, hogy kiváló pénzügypolitikus vagyok. Hát, oké, de hogyha rossz pénzügypolitikus vagyok, akkor a lakosságnak fölnyomom a vérnyomását. És ez viszont legyen már... egy egészségügyi beszerzésnek a tárgya, ne egy jegybanki beszerzésnek legyen. Hát úgy alakítsuk a jegybanki politikát, a pénzpolitikát, hogy a lakosság vérnyomása ne menjen fel, és akkor lehet, hogy ez arra ment ki, hogy annál kevesebb vérnyomás mérő kell a piacra dobni. Mert ez pont arról szól, távvérnyomás, vagy távvérnyomás mérőt. Okay. De ezt nem tudjuk, hogy ez így van, majd kihozzuk ezeket az adatokat, és akkor látni úgy fogjuk. Várom, igen. És mi a formai? Tehát ez a tartalmi, és mi a formai? Például az, hogy egy szakmai közlemény, egy tudományos cikk, egy tanulmány az általában tartalmazza azokat az állításokat, azokat a hivatkozásokat, szakirodalmi és egyéb tudományos jelzéseket, amelyek igazolják, hogy aki ezt letett az asztalra, az saját állásponttal rendelkezik, ami ütköztethető mások álláspontjával, a saját álláspontját valakivel szemben, valakihez képest megvédi, valakihez igazodik, más állításokat cáfol, tehát hogy ő illeszkedik a tudományos szakmai közegbe. Erről itt szó nem volt, és a jegybank ugye ezt lesöpörte azzal, hogy fel sem merül az, hogy kiírási feltétel lett volna a lábjegyzet elhelyezése. Mert fel sem merül senkiből, hogy ezt nem használja. Ez a 3 évre 1,8 milliárd forint, ugye ez volt a végül is a nyertes árajánlat, amit elfogadtak, a Kopintárké pedig 1,2 milliárd. Ilyenkor ezzel sem lehet érvelni, hogy az olcsóbbat kéne fogadni a közpénz jó és gondos gazdájaként? Hát azt hiszem, hogy a közpénzek területén is könnyedén lehet érvényesíteni azt a magánháztartási tapasztalatot, hogy nem mindig az olcsó a legolcsóbb a végén. Tehát önmagában arra nem lehet ugrani, hogy a drágábbat választották, mert lehet a drágább jobb. Tehát ilyen összefüggések nincsenek, és nincs kötelezettség arra, hogy a legolcsóbbat az összességében a legjobbat kell választani. Tehát nincs legolcsó választási kötelezettség. Egyébként meg mióta Magyarországon úgymond piacgazdaság van, a büntetőtörvénykönyv a pazarló gazdálkodást, mint tényállás nem is tartalmazza. Tehát sokat költeni az még önmagában. Ez tartalmaz mást a közpénzzel kapcsolatban. Például a hűtlen kezelést, amit mi a jegybankra más összefüggésben sütöttünk rám, mármint hogy más összefüggésben vélelmeztük, hogy a jegybanknál és alapítványnál történtek, azok lehet, hogy bűncselekményt valósítanak meg, de az nem lenne gond, hogyha a jegybank közpénzből, tehát a nemzeti vagyonból jó célokra, szabályosan, a neki megengedett keretek között sokat költene. Itt azonban úgy néz ki, hogy valamiféle jogcímet akarhattak gyártani, előállítani, ami ürügyül szolgált arra, hogy a századvégnek még toljanak 1800 millió forintot. Most, hogyha ez
nem igaz ez az ilyen rossz hiszemű feltételezés, amikor tessék kiadni az adatokat, amikre most jogerősen pert nyertünk, és akkor meg lesz száfolva a mi elképzelésünk. Ilyenkor nincs az benne, hogy ne adj Isten, valaki utólag még belepiszkál a, mondjuk a, nem tudom, akár a pályázatba, akár a szempontrendszerbe, vagy az elbírálásba. Én szerkesztő, ezt a feltételezést a jegybank nevében vagyok kénytelen kikérni. Teljes, én is, mert én mielőtt feltételeztem volna, bár kérdője volt a megfogalmazás vége, már elhatárolódtam saját magamtól. De ezzel arra céloztam, hogy ezt valahol őrzik, letétbe helyezik, vagy ez ott van valakinek a számítógépén, és egyébként bármikor bele lehet nyúlni. Hát pecsétes alapon kell adni már, mint hát hogy akkor... pecsételt példány, de ez egy kicsit olyan, mint ami a trafikpályázatokkal történt, amikor elkezdték a vesztes pályázatokat visszapostázni. Igen. És akkor innentől kezdve már nagyon nehéz megalapítani, hogy a vesztes és a nyertes pályázatok között mi volt a valós különbség, mert mondjuk a bíráló, aki szembesül egy állításra, hogy a vesztes pályázat valójában nem is volt tartalmilag vesztes, az azt mondja, hogy kérem szépen, ez nem az a vesztes pályázat, amit én elbíráltam, ezt kicserélték is. Jogilag védhető megoldások, annak alátámasztása, hogy ezt fel se lapozták, meg átsolvasták, nincsenek ilyen szakértői megoldás, nincs. Nem feltételezzük azonban, hogy a századvég mintatanulmányát utólag manipulálnánk, manipulálná bárki, szerintünk az abban a formában fog nyilvánosságra kerülni. Ezért kérdeztem, hogy van egy ilyen pecsétes, persze, de hát akkor van gondolom a Kopingnak is, meg a századéknek is. Na, valamit megtudnak, akkor mondják el. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, rövid reklám, aztán várom önöket vissza.